Folytassuk is a targoncás tételeket a 12. B tétellel. Mutassa be a teherfelvevő és felfüggesztő eszközöket, milyen jellemző tulajdonságaik vannak. Beszéljen a teherfelvevő és felfüggesztő eszközök kiválasztásáról. Milyen ellenőrzési kötelezettségei vannak a kötöző és a függesztő eszközök használata előtt. Milyen szabályok vonatkoznak a használatokra és tárolásukra a kulszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk teheremelő láncok, kötelek anyagai jellemzői, függesztő eszközök használata azonosítása, terhelhetőség meghatározása, teherfelvevő és függesztő eszköz helyes kiválasztása, teherfelvevő és függesztő eszköz ellenőrzése, terhek biztonságos felerősítése, rögzítése, teherfelvevő és függesztő eszközök tárolása. Nézzük is meg a különböző függesztő és teherfelvevő eszközök fajtáit, azon belül a függesztékeket. A gyors és biztonságos teherfelkötés érdekében a kötőzőeszközöket különböző formájú végekkel, csatlakozásokkal látják el. Ekkor már a kötőzőeszközök egy új megjelenési formájáról van szó, a függesztékekről. A függesztékek kialakítása a létrehozásukhoz felhasznált szerkezetek a bonyolultsága mindig a függeszték alkalmazási helyétől, a megkívánt biztonságtól és felhasználási gyakoriságtól függ. Kender kötelekből ritkán és csak alárendelt helyre és célra készítenek függesztékeket. Amennyiben mégis kialakítanak a végtelenített formán kívül más felhasználási alakot, akkor az első ábrán feltüntetett kötélcsülök kialakítása a szokásos. Ez a kialakítás forma gyakori, az acélsodron, acélsodron kötélből készített függesztékeknél is. A kötelékcsülök fő szerkezeti részei. Első rész, az itt található kötöző kötél, második rész az a kötöző szív, harmadik az elkötés vagy az elfonás. A függesztő eszközként kialakított kötélcsülökből nagyon gyakran hiányozhat a kötélszív. Az acélsodron kötélből nagyon sokféle függesztékeket készítenek, elsősorban azért, mert nagyon kedvező az így létrehozott eszköz felhasználási sajátossága és a beszerzési létrehozási költsége sem jelentős. Ugyanakkor az átlagos ipari környezet hatásainak is kielégítő módon ellenáll. A célsorgyrany kötélből a függeszték készítésének legegyszerűbb módja ugye a második ábrán fe feltüntetett szorító-kengyeles kivitel, amit mindjárt mutatok. Tehát itt látjuk a szorító-kengyeles kivitelt. Ugye a kötélvég bekötése, ugye kötélszívvel, amit itt a végén láthatunk. Ezek itt a kötélszívek. A és B, ez a kettő hibás elrendezés, csak a C a helyes. Harmadik ábrán vázolt kialakítások, vagy kialakításnak a nagy előnye, hogy gyorsan elkészíthető, készítőjétől különösebb felkészültséget és gyakorlatot nem igényel. E kötélvégrögzítési rögzítési mód hátyány van, hogy teherbíró képessége bizonytalan és mindig kisebb, mint a kötél szakító terhelése. Ezért csak ideiglenes felhasználási helyen lehet alkalmazni, hosszú idejű terhelés felvételre nem alkalmas. További hátránya, hogy a kialakítás figyelmetlen megfogásra balesetveszélyes. Ezért további korlátozás jelent, hogy csak ott használható, ahogy személyekkel rendszeresen nem kerülhet kapcsolatba. Elterjedten használják az alumínium hüvelyből kialakított, szorító bilincsbe bepréselt, füllel ellátott, illetve szorító bilincsel végtelenített, vagy kötéjából készített függesztékeket. Ezt a kivitelt csak az erre a munkára szakosodott cég készítheti. A termék természetesen csak műbizonylattal ellátva kerülhet forgalmazásra, illetve alkalmazásra. Itt is láthatjuk, ezt az ámbrát, tehát ez itt a gyűjtővégszem, ez itt a kötélág, és ugye áll egy préselt alumínium hüvelyből itt a végén. Itt. Illetve áll nekünk egy kötélszívből, ami itt található, meg ugye itt a másik felén is van egy kötélszív. Illetve van egy sodrony kötér Illetve van egy szemes láncfog. Ami itt a végén található. A műanyagból készült függesztékeket a legkülönbözőbb kiegészítő szerelvényekre egyre elterjedtebben alkalmazzák. Egy műanyag kötöző kötél belső szerkezeti kialakítását, ez az ábra mutatja, amit a képen láthatunk. Tehát van egy varrás nélküli szőt burkolás, illetve több millió elemi szából álló végtelenített poliészter köteg, amit itt láthatunk. A kötél elemi szálainak kiemelésére a varrat nélküli szőt burkolaton kívül. Ezeket a kötöző gyakran ellátják kopásvédővel is. A végtelenített kivitellen kívül úgynevezett szemes kötelet, illetve különleges szemes kötelet is készítenünk, valamint egy négy ágú függesztéseket is, ahol a kötél egyik végén gyűjtőszem van, még a másikon menetes kengyel, vagy biztonsági horg. A szemet, szemes köténél a horog Beakasztására füleket, szemeket alakítanak ki, míg a különleges kivitelnél a kötelet különleges erős kopásgátlóval látják el. Különösen ügyelni kell a műanyag anyagú hevedernél a környezeti hatásokra, és használatukat azoknak megfelelően kell szabályozni. A kötözőhevedereket a kötözőknek használat közben állandóan ellenőrizni kell, és ha olyan jellegű meghibásodásokat észlelnek rajtuk, ami biztonságos teremre is veszélyezteti, azokat ki kell selejtezni, és a munkahelyről el kell távolítani. A zámra szerint szerkezetű kötöző eszközök ellenőrzése egyszerű, mert ha a belső szerkezetük elemi szálak, láthatóak a kötöző eszköt ki kell selejtezni. A kihasadt szőtbultkodat javítás azért nem megengedett, mert nem lehet tudni, mennyi szennyeződés, elsősorban mennyi por juthatott az elemi szálak közé. Amennyiben a sérült szőtbultkodat javításra kerül, úgy az elemi szálak közé a sérülés miatt korábban bekerült, csekély mennyiségű por miatt is fenn, Áll az üzemi hatásokból adódó, valamennyi elemi szál veszélye, és javítás miatt még ellenőrzési lehetőség sincs. A műanyag kötöző hevedereket azért javítani tilos, tehát az a kötöző heveder megsérül, akkor ezt javítani nem szabad. Selejtezni kell illetve vannak a szemes láncból kialakított függesztékek, ugye elsősorban meleg melegüzemi körülmények között használják elterjedten, egyéb helyeken gyakorlatilag az acélsodronyt használják, amit az előbb láthattunk. Egyéb helyek ugye az acélsodront, amit mondtam, illetve műanyag hevedert. A szemes láncból kialakított függesztékeknél ügyelni kell arra, hogy a szemes lánc terhelhetősége a környezet hőfokától erősen függ. A szemes láncból kialakított függesztékek lehetséges változatait ez az ábra mutatja, amit itt láthatunk magunk előtt. A láncok illetve láncszerelvények gyors és biztonságos felfogását felörősítés szabvány szerinti kialakítású lánc kengyel is lehetővé teszi. Azonban ez csak ideiglenes jelleggel. Helyszíni szereléseknél, emeléseknél célszerű alkalmazni, mert a lánc kengyel csapjának biztosítása Idővel a gyakori használat esetében megsérülhet. A lánckengyel helyett elterjedten alkalmazzák ezt a menetes tengelyt, amit itt láthatunk magunk előtt. Különleges függesztékek, elsősorban a nagy teherbírású műanyagok mind szélesebb körben való elterjedésével, egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra. E terjedésük szűk területekre korlátozódik, a felhasználásuk kora elsősorban a szállított, átrakásra kerülő anyag tulajdonságától függ. Például, amit itt láthatunk ezen az ábrán, ez egy ömlesztett anyagrakodását elősegítő műanyagvászonból és műanyagkötélből, illetve amit most bekarikázok az ugye sok-sok darabos áru egyszerre való rakodását szolgáló mi és mi alakított függeszték. Míg ez az ábra a rakodószőnyeg alkalmazását tünteti fel. A daru, daruhorog és a rakodószőnyeg közti függeszték felesleges abban az esetben, ha a rakott áru biztosítja, hogy a közvetlenül a horog horogba beakasztott rakadószőnyegnél a terpesztési szög 30 fok, tehát a terpesztési szög 30 fok alatt kell, hogy maradjon. Illetve vannak emelő emelőkötelek is, amit itt láthatunk a képen. Vannak körkötelek. Ugye itt láthatjuk a színeiket. Ugye ez egy tonnás. Hogyha már ilyen van benne, akkor már csak... Ö, bocsánat, 800 kg. Hogyha U alakú, akkor 2000 kg. Ha 45 fokos, akkor 1004. Ha 45-től 60 fokig, akkor 1000. Tehát lila, zöld és sárga színekben vannak. Ezek a kötelek. És hevederek. Nézzük is meg a kötöző eszközök kiválasztását. A függeszték kiválasztásánál figyelembe kell venni az emelendő terhe alakját, a tömegét és az anyagát is. Tehát alag, tömeg és anyag. A teherfelvevő eszközök méretét és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a kötöző ágok egymással bezárt szöge 120 fokot ne haladja meg. Tehát 100, bocsánat, még egyszer, 120 fokot ne szabad, hogy meghaladja. Ha a teherfelvőeszköz eszköz terhelési viselő ágét, kötél, lánc vagy rudazat meghaladják, az egymástól műt 15 fokos eltérést, akkor az ebből eredő teherbírás csökkenést a következők szerint kell figyelembe venni. Itt látjuk a kötöző ágok által bezárt szöget, nulla és 15 fok között 100%-os lehet a kötér, illetve lánc teherbírása. 15 és 45 fok között, amit itt láthatunk, már csak 90, 45 és 90 fok között 70, 90 és 120 fok között már csak fél. Tehát 50%-os teherbírás bír. Annak a felét. Például 1000 kg-os kötelünk van, és még 90 és 120 fok között tiszökbe emelünk vele, akkor csak 500 kg-ot Nem emelhetünk vele ugyanúgy egy tonnát. És 120 fok fölé, tilos mennünk. Olyan ezt beszéltük meg az előbb. A kötöző ágok számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak ellenőrizhető módon együttesen vesznek részt a teher tartásában, és egymást érintve nem keresztezik. Nézzük is meg a kötöző eszköz ellenőrzését. A kötöző használat előtt köteles a teherfelvevő eszközöket Szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy azokon van-e egyedi jel. A teherpróba a beütött jelzés szerint érvényese, alkalmese a teher emelésre, nem sérült vagy nem egy deformálódott. De amint az egyiket tepesztori, sérült vagy esetleg deformálódott, vagy ez a beütött jelzés, vagy címke nincs rajta, akkor nem használhatjuk azt. Akkor se lejtezni kell. Láncot tilos teherfelvevő eszközként tovább használni, ha. Hát most láncot nem tudom, hogy találok-e nektek itt képként. Hát maximum így tudok egy láncos képet mutatni. Tehát egy láncot 5%-os nyúlás szenved, akkor már nem szabad használni. A láncszemet alkotó anyag átmérőjének a névleges értéke 10%-kal csökken. A láncszem belső nyílása több mint 10%-kal tágul. Egy láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható, és kell, nem szabad használni. Hiányzik a terhelhetőség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált. Tehát ha nem látunk rá számos jelölést, vagy beütött jelölést, hogy egy tonnát bír, vagy két tonnát, vagy 2000 kg, tök mindegy ugyanaz, hogy ha nem látjuk ezt rajta, akkor ne használjuk, mert akkor nem tudjuk a terbírását. És az baleset veszélyes lehet. Ezeknek a láncoknak egyébként van hőterhelése is. A, tehát a hőterhelés mínusz 40 és 200 fok között. Ugye szimmetrikus terhelés folyamán. Ugye 45 fok és 45 és 60 fok között. Lány sarkosság rádiusza 2. Kisméretű rántás, közepes méretű rántásnál. Tehát itt látjuk ezeket a ábrán hogy hogy, miként szabad terhelni, hány fokon. És akkor most beszéljünk is az acélsodrony kötelekről, és az acélsodrony köteleket nem szabad teherfelvő eszközként használni, ha átmérője a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent. Az acélsodron kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó nyomot hagy. Maradandó nyom, nyomódás, gyűrődés, kibomlásos deformáció, ezeknél sem szabad használni. Tehát, hogyha szemre vételezzük. És ugye látjuk rajta, hogy van rajta gyűrődés a szálak között, vagy össze van nyomódva, akkor ne használjuk, mert baleset veszélyt okoz. Illetve, hogyha 80 Celsius foknál nagyobb hőhatás érte, vagy egy pászma elszakadt rajta, az elemi szálak törése a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja. A függesztő és teherfelvevő eszközök tárolása teherfelvő eszközt úgy kell szállítani és tárolni, hogy az károsodás ne szenvedjen. A kötöző köteles a használaton kívüli teherfelvő eszközöket, azok kielőtt tárolási helyére visszavenni, illetve visszavinni, ott szakszerűen lerakni. A hibásakat elkülöníteni. A meghibásodást az üzemeltetőnek jelenteni. A teherfelvő eszközöket úgy kell tárolni, hogy védve legyenek a káros behatásoktól. Ilyen a nedvesség, savgőz, vagy egyéb más vegyi anyag, vagy mechanikai sérülés, vagy hőhatás. Illetve az összetekeredett láncokat használat előtt ki kell egyenesíteni. Ez itt a láncos kötére vonatkozik. A függesztő és teherfelvevő eszközök használatának szabályai. A teher a teherfelvevő eszközről csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldőlés ellen megfelelően biztosított és szilárd teherviselő alapon van. Ha a teherfelvevő eszköz a teher alá nyúlik, akkor a terhet csak az alá tétekre szabad helyezni, a teherfelvő eszköz kímélés és könnyű eltávolíthatósága érdekébe. Most nem tudom, hogy mutassak nektek egy olyan példát. Tehát van egy kötelünk, és ugye itt a munkadarabunk, és mi így kötjük át kötéle, tehát így körbe. Akkor itt alátétekre kell tennünk ezt, hogy a kötelet ki tudjuk venni a lóra alóla, hiszen hogyha rátesszük a kötél a súlyos munkadarabunkat vagy anyagunkat, akkor a kötél károsodhat, ami nem egy előnyös dolog. Illetve a, kötel, a kötöző köteles a meghibásodat teherfelvő eszközt a munkából kivonni. A kötöző köteles a használaton kívüli teherfelvő eszközöket azok kijelölt távolási helyére ugye visszavinni, lerakni, hibásokat elkülöníteni, illetve jelenteni az üzemeltetőnek, hogyha hibát tapasztalunk, mivel azt pótolni kell. Ha a teherfávő eszköz tehertortóháganak állandó helyzetét az emelt terhen csak súrlódás biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelőgerendát kell alkalmazni. A terfelvő eszköz csak a gyártója által szavatolt alsó és felső hőmérsékleti határok között szabad használni. A kötél vagy a láncág hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tüles. Tehát így becsomósódva nem szabad vele mondjuk emelni. Vagy ne legyen benne csavarás. Emelő láncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. Ez ugye a láncosoknál van. A láncon ideglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhető. Lazulás, kiakadás ellen biztosítással. Láncot törő, illetve ütésszerű igénybevételnek tilos kitenni. Négy ágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe venni. Az összetekeredett láncokat használat előtt ki kell egyenesíteni. Hasonlóan mind a kötélnél az se lehet betekerve összecsomósodva. És ugye még egy jó lánccal a kapcsolatban, tehát hogyha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemeknek nem szabad kereszteznie egymást. És nagyjából szerintem az a 12. B ennyi is volt, úgyhogy elköszönnék további jó tanulást.